Ioannis a törvénytisztelő román. Beke és Szőcs börtönben marad. Stofán György írása 2019. január 9. Csodákat nem várhattunk Beke István és Szőcs Zoltán börtönbüntetésének ügyében a mai úgymond román igazságszolgáltatást illetően. Hiszen egy minden alapot nélkülöző, a megszálló hatalom ítélete ellen a hatalom vezetője nem tett semmit, hiszen nem az a hivatása. A jogszolgáltató hatalmi ága ma már egész Európában a globalizmust, a nemzetek és népek megsemmisítését szolgálja, nem pedig a nemzetek és népek védelmét, azok jogi és minden területen elvárható de facto biztonságát. A Trianon és párizsi békeszerződések is törvénytelenek voltak, tehát szinte természetes, hogy egy törvénytelenül és hazugságok alapján odaítélt magyar területen szülőföldjén élő magyar nemzeti kisebbség tagjait megfélemlítésként elítélik a megszállók. Azonban semmiképpen sem lehetséges ott és ugyanazoktól felmentést vagy elnöki beavatkozást sem élhetni. A nemzetközi szintű felülvizsgálat pedig azért lehetetlen, mert sem Ioannis, sem egy későbbi államfő nem fog a saját törvénytelen igazságszolgáltatása ellen cselekedni. Ezt az ott hatályos törvények sem engedik meg a számára. És mint tudjuk, a jog mai diktatórikus rendszerében mindenütt istenként kezelik a bírákat, az ügyészeket, akiket az államfő nevez ki, és akik a kinevezés után a koporsóig befutják szörnyű életpályájukat. Mindig az éppen aktuális hatalom igényének megfelelően, csak erről nem beszélünk. Emberek életével, boldogulásával, sorsával játszhatnak a paragrafusok csűrés csavarása alapján. Ha azt kívánja tőlük az épp aktuális hatalom, hogy öljenek, akkor ölnek, ha felmentés a parancs, akkor felmentenek. De csekély az unitődetek száma, amelyekben az erkölcs és a törvény összhangban lenne. Romániában különösen és nagyon régóta így működik az igazságszolgáltatás, de egyik uniós államban sem jobb a helyzet. A románoknál a mély és zsigerből jövő magyar gyűlölet is meghatározza a talárosok magatartását, és mint egy ortodox hittételként kötelesek is a perekben a magyarok ellen dönteni. Bármilyen Olaf feljelentés történik is magyar vezetők, magyar polgármesterek, magyar emberek ellen, az ügyek 99%-ában a magyarokat marasztalják el. Ilyen eseteket sajnos mind a királyi Romániából, mind a kommunista diktatúrából, mind a Kárpátok géniuszának halála óta ismerünk, és könyvtárnyi törvényszegés aljasság gyűlne össze, ha valaki az elmúlt és a románok által nagy egyesülésként ünnepelt centenár 100 esztendejét vennénk górcső alá. Az innen-onnan összerabolt ország soha nem változott, és nem is várható változás mindaddig, amíg az igaz egyesülés méretet vissza nem kapja a történelemtől. A fennvaló által, hiszen az Isten tagadó ortodox popák nem a szeretetet és az igazságot, hanem a gyűlölködést tanítják, várják el és parancsolják, a rendkívül babonás és többségében finoman szólva is aluliskolázott népüknek. Az igazságszolgáltatás tisztelendő talárosai pedig e követelmény rendszernek jó fizetett, speciálisan román jogértelmező kiszolgálói. Nem mondanám azonban, hogy bizonyos szervezetesség nagyhangú senkik nem tettek hozzá Béke és Szőcs ítéletéhez, és ne volna felelős kicsi hazánkban a törvénytelen ítélet megszületésének. Van az ostoba szájáratás, az ilyen-olyan aláírásgyűjtések, és a szervezetecskék vezetőinek lázító és a körülményeket figyelmen kívül hagyó előadás sorozatai Erdőben mind-mind hozzátettek. A mai magyar meldöngető és súlyos bajokat generáló túlcsordult önérzet helyett inkább csak, mint jó gazda jegyezni kellene mindazt, ami történt és történik. És mikor rájön az ideje, hiszen 100 év a történelemben semmi, akkor kell majd méltóan és érdemeik szerint intézkednünk. Mert a ma olyan nagy ellánnal hangoskodó szervezetecskék sokkal nagyobb kárt és bajt okoznak az egyre erősködő elnyomásban lévő magyar és székely testvéreinknek, mint gondolnánk. A Székelyföldön természetesen bíznak minden jó szóban, remélnek, hogy egyszer jobban fordul minden, de ez csak álom. A kormányunk ellen áskálódó, Amerikába szökött csiki szélhámosok, az álomvilágban élő öntömjénező budapesti világszövetségek és az ezek által félrevezetett fiatalok ma hitegetik csupán a gúnyhatárokon túlélő és már-már jogaiktól teljesen megfosztott nemzettestvéreinket.
hiszen tenni semmit nem tudnak, de reményt keltő szavakkal ámítják az ott élőket, miközben annak is örülhetünk, ha Magyarországon nem törik meg a vékony jégen táncoló béke, a nemzeti vonal folytatása. Hiszen ellenségekkel vagyunk körülvéve, és még nem zajlott le a sokakban túlszárnyal a reményt keltő májusi EU-választás, amelynek kimenetele sincs kőbevésve. De ne menjünk messzire. Ma Beke István feleségére és gyermekére gondolok, Szőcs Zoltánra, akinek hamarosan gyermeke születik, aki 4 évesen látja majd először édesapját, mert az aljaság és a gyűlölet jog így rendelkezik. Ilyen a világ. Hülyék és lelkiismeretlenek, kabzsik és féleszőek irányítják a politikát az egész világon, akik nem a keresztény elvek alapján, hanem ószövetségi logika szerint gondolkodnak, s akiknek nem számít sem Isten, sem ember. És Beke Istvánra, Szőcs Zoltánra gondolok, akik Csíkszereda a rettegett épületében élik napjaikat. Ártatlanul egy ideologizált és gyűlölködő ortodox papok által generált világ miatt, mert magyarok. És vádolom a sajtót, mert a mai határon túli helyzetet nap-nap után kellene olvasni a netes oldalakon, a nyomtatott sajtóban. Minden napra jutna ugyanis egy-egy megalázó vagy épp gyilkos történet a zászlók vagy a himnusz és a magyar imádság tiltásáról, a magyar oktatás gyűlesztéséről, ukrajnai betiltásáról, a délvidéki magyarok szenvedéseiről, akikre ráköltöztették az idegeneket, és sorolhatnám. De nem ír erről a magyar sajtó, mert ez nem volna kifizetődő. Egyszerűbb néhány hülye tüntetőről fecsegni. Az is megtölti az oldalakat, s a beszélgetős műsorokban egyre kevesebb a magyar nemzetpolitikai téma. Rémes az az önpusztítás, amely ma a magyarság körében folyik. Noha volna tennivalónk, hogy Beke és Szőcs testvérünk a börtönből kijöve egy másik, egy szebb és boldogabb világot lássanak majd kárpotlásul az elszenvedett évekért. Ám megszabadításokra addig sem mondunk, mert nem mondhatunk le. Fájdalom ez a Beke gyermekeknek, Szőcs várandos asszonyának, de fájdalma a nemzetnek is. És jelzésértékű a levél, amelyet Johannes irodája küldött, mert ma csak 2 székely szenved ártatlanul a szeredai áristomban, holnap bárki, holnap után pedig mindenki. S vonatkozik az Európában minden magyarra, aki magyar és keresztény akar maradni. Tehát nem a fegyveres ellenség mellét kellene döngetni, vagy mondhatnám, nem kellene a szél ellen, hanem végre gondolkodva és megfontoltan kell cselekedni, halkan és észrevétlenül, és minden ellenséget a saját fegyverével győzni le. És tudunk el azt is, hogy mint a tiszai cián szennyezés után a Tisza, úgy tisztul meg gyorsan az erkölcs és a jog is Európában, addig azonban értelmesen és átgondoltan dolgoznunk kell, mert erre szólít fel a Körmönfort és az átlagosan a román jogra hivatkozó román elnöki levél is.